A támogatások mértéke az eddigiekhez képest hogyan változik, illetve hogy ez hogyan befolyásolja a hazai világbajnokság megrendezését most augusztusban? Ketté bontanám a kérdést, igazából a kérdésem magában is két irányú. Egyrésztről pedig a világbajnokságnak, minek most már mondhatjuk azt, hogy nincs már 30 nap és felcsendül gyakorlatilag a magyar himnusz a Szimocsarnokba, és ezáltal gyakorlatilag ugye megnyitó ünnepség keretében a hazai világbajnokság augusztus 5 és 12-e között ugye elkezdődik. Azt gondolom, hogy a kormány egy nagy áldozatot vállalt azzal, hogy a korábbi már igényelt támogatásunknak a kétszeresét biztosította azzal, hogy 180 millió forinttal támogatta a hazai világbajnokságnak a megrendezését. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérföldköve volt már az együttműködésünknek. A másik, ugye ez a mostani aláírás és a szerződés. Hát az, hogy hányszorosa, azt inkább most megmondom, hogy én bele se gondoltam, de inkább arról szól a dolog, hogy most már sportvezetőként bátran kimerem jelenteni, hogy ugye a sportnak az úgynevezett alulfinanszírozása, ezáltal azt gondolom, hogy ez megoldott, ez a probléma. Ugye maga a szerződés egy több hónapon keresztüli egyeztetés, egy elég hosszas beszélgetések eredménye. Én azt gondolom, hogy az, hogy maga a kormány ugye kinyilvánította, hogy a sport az stratégiai ágazat, és ennek most letéteményesen vált is, és az elmúlt 20 éve, 22 éve azért ilyen horderejű, vagy ilyen nagyságrendű összegek azért nem kerültek be, sem a vívó sportba, én úgy tudom, sem pedig magába a sportba. Úgy látom, hogy azt gondolom, hogy ez egy fontos és egy jövőben néző, jövő irányát megszabó együttműködés megállapodás a kormány és a szakszövetség között. Ez azt jelenti, hogy az infrastruktúrára, az utánpótlásra és az edzők fizetésre is, hogyha jól értettem, akkor megemelt keret jut. Arra vonatkoznak már számítások, hogy ez milyen arányban fog megosztani esetleg? Hát ugye most van egy beszélgetés pont Szabó Bencével, a MOK főtitkárral, azért váltottunk pár szót itt az elmúlt pár percben, ahol pont a Bencét arról faggattam egy kicsit, hogy a úgynevezett nemzeti edzőknek a kerete, ugye azt nagyjából tudjuk, hogy az gyakorlatilag milyen összeg, de azt nem tudjuk, hogy hány fő, még azt nem tudjuk, hogy gyakorlatilag ott milyen szintű követelményrendszer lép életbe, és ehhez miért gyakorlatilag, mik azok, amik adott esetben a szövetségnek a feladatára hárulnak. Én azt gondolom, mindenféleképpen megnyugtatónak kell lenni, akár a számokat látva, mert ugye az egyeztetés során és az elmúlt napokban azért én magam is látom azokat a számokat, ami 2020-ig folyamatosan a vívásba érkezhet ez a pénzösszeg. Ez elegendőnek kell lenni arra, hogy akár edzőket, és azért szándékosan fogalmazok többes számban, mert hogy ugye nem csak a válogatott edzők innentől kezdve, hanem a klubedzőknek adott esetben a bérezését is át lehessen vállalni. A versenyzőknek gyakorlatilag azt gondolom, egy tisztességes bérezés, fizetés, és akkor nem az a kérdés valóra, hogy akkor most el tudok-e menni az edzőtáborba, hanem az, hogy valójában egy szerződés keretében van egy tisztességes fizetése most már a versenyzőnek, és el fog menni az edzőtáborra, föl tud készülni a versenynek, és mellette természetesen, ami egy harmadik pillér, az pedig a kluboknak az olyan fajta megerősítése, hogy azért ha jól számolok, akkor 22 évvel ezelőtt az akkori világbajnokság keretében kapott a sportág egyfajta támogatást, úgyhogy körülbelül vannak olyan gépeink, amik még körülbelül 20 évesek, 22 évesek, 10 évesek, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért a sportágban az, hogy ezeket az úgynevezett eszközöket, gépeket, dobokat, pástoknak a beszerzése gyakorlatilag eszközpontilag megoldjuk és letelepítsük a műhelyben, én azt gondolom, ez is egy fontos lépcsőfok. És hát még egy olyan, ami azt gondolom nem maradhat szó nélkül, ezt a miniszterelnök úr, amikor beszélgettünk, akkor is szót ejtettünk erről, meg kell találni annak a forrását, és azt gondolom, ez a forrás az elegendőnek kell lenni arra, hogy a sportában az úgynevezett egyéni felszereléseket is tudjuk adott esetben központilag biztosítani, hisz gyakorlatilag maga az egyéni felszerelések azért fejenként több százezer forintba kerülnek, és ezek mostanában azért igazából most már a családoknak a pénztárcáját nyomják. A pénzek felhasználására még akkor végül is nincsen kidolgozott keretszabályozás, tehát akkor ez most még az Olimpiai Bizottságnak egy további funkciója lesz, hogy akkor ezt részletekben merjen kidolgozza? Akkor még gondolom lesz még egyeztetés. Több típusú egyeztetés véhetően fog lezajlani az elkövetkező napokban, hetekben, már csak azért is, mert az, hogy nálunk összeállt egy koncepció, adott esetben összeálltak már a számok, igazából a számok tükrében most nézve nagyon nagy változások gyakorlatilag nem változhat.
Viszont ugye itt az edzők kérdése, ami egy kardinális kérdés most per pillanat, azt gondolom, hogy ez egy egyeztetés a Magyar Olimpiai Bizottsággal, mert lehetnek olyan edzők, akik adott esetben mi ide terveztük már a szövetségi keretbe, de adott esetben mondjuk a Magyar Olimpiai Bizottságnál a nemzeti edzők keretbe is gyakorlatilag beférnek, és akkor innentől kezdve csak az a kérdés, hogy hogyan tudunk és milyen keretszámokban tudunk megállapodni.